Először júniusban foglalkoztunk azzal, hogy a Szexárdi Sportközpont Éjjenszexárt tagok által kinevezett új igazgatója drasztikus mértékben emelte meg a helyi strand belépőinek árait. A felnőtt belépők 1600-ról 2600-ra, míg a gyerekjegyek 500-ról 1600 forintra drágultak. Az emelés hatalmas közfelháborodást váltott ki a szexárdiak körében. Hiába a sportközpont igazgatója meg sem hallva a szexárdiak szavát nem változtatott az árakon. Július 17-én másfél hónappal strand nyitása és a megemelt áru jegyek bevezetése után már az ilyen tagok által vezetett ifjúsági bizottság is napirendre vette az ügyet. Ők akkor felszólították az igazgatót gondolját a jegyek árának módosítását. Erre viszont több mint két hetet adtak neki, augusztus 1 határidővel. A változtatásokkal kapcsolatban végül a határidő lejárta után, augusztus 3-án tájékoztatta a helyieket a fürdő a Facebook oldalán, ahova újra elégedetlen kommentek kezdtek érkezni. Anomáliák kerültek ugyanis az új tarifatáblázatba a szexárdiak szerint. Az egyik legszembetűnőbb furcsaság, hogy a fürdő látszólag a több gyerekes egyedülálló szülőket bünteti, akik amúgy is egyedül kénytelenek a gyerekeikről gondoskodni. Augusztus eleje óta ugyanis már lehet venni családi belépőt. Ezzel két felnőtt és két gyerek mehet be a strandra 6200 forint ellenében. Ha viszont egy egyedülálló szülő 3, 7 és 14 év közötti gyermekével akar a szexárdi strandra menni, akkor nekik a felnőtt jegyért 2600 forintot, a gyerekjegyekért pedig fejenként 1600 forintot kell fizetniük, vagyis az egy egyedülálló anyuka három gyerekkel négy főre 7400 forintot fizet, míg egy szintén négy tagú család akik két felnőtt jegyet is megvesznek, csak 6200 forintot. Többen, ugyanúgy, mint korábban, most is hangot adtak a Facebookon annak, hogy szerintük igazságtalan és elhibázott volt a jegyárak átalakítása. Az ügyel kapcsolatban megkerestük a szexárdi sportközpont igazgatóját, szerettük volna megtudni, miért alakították úgy a jegyárakat, hogy egy nehéz anyagi körülmények között élő egyedülálló három gyermekes szülőnek drágábbra jönnek ki a belépők, mint egy négytagú családnak, ahol mindkét felnőtt tud pénzt keresni. Az igazgató viszont riportunk elkészültéig nem válaszolt.